Szavaztok, jó estét! Ma egy nagyon egyszerű kis finomságot fogunk elkészíteni, mégpedig a csokoládés croissant, ahogy én készítem. Gyúltam egy nagyon finom lágy tésztát, ez mondom nektek miből áll. Azt mondja 3 deciliter tejből, langyos tejből, 60 dek a finom lisztből. Szerintem egy 2-3 deci élesztő bőven elég bele, egy egész tojás, 2 evőkanál cukor, 2 kávéskanál só, 10 deka vaj. Na most a vajat külön kiemelném, hogyha javasolhatnám, hagyjuk ezt a rámás dolgot, meg ezt a föltuningolt kocka rámákat, vajakat, hanem inkább használjunk málkázott vajat, vagy teavajat, sokkal jobb az ízhatás, sokkal jobb az átlag, stb. Tehát én ezt javasolnám. Továbbiakban egy kicsi vaníliacukor, vagy akinek van esetleg vaníliarúd otthon, az ugye megvágja, kikapalja belőle, és akkor hozzáadja. Jó, majd külön elmondanám, hogy amivel megkenjük a csokoládés croissant, az 15 dek a vaj, 8 evőkanál cukor és 8 éttermi kanál, lehetőleg holland kakaópor. Jó, na kezdjünk is neki. Azt mondja, hogy megfogjuk a nyújtófát. Jó, ez egy gyönyörű szép kell tészta. Ezt jó megdagasztottam, megkelesztettem. Egyszer átgyúltam, utána kelesztettem még, jó. Elkezdjük nyújtófával szépen kinyújtani. Lehetőleg majd kör alakot kapjunk belőle. De hát itt igazából, mivel háztartás, itt nem arra megyünk, hogy a forma egy üzleti legyen, hanem a nekünk megfelelő ízhatást érjük el. Próbáljuk mindig, amikor nyújtunk, úgy nyújtsunk, hogy széltébe, hosszába nagyjából megfelelő vastagságot kapjunk, ahol kitüremkedik, ott vissza tudunk nyújtani. Kicsit kézzel is húzhatunk ilyenkor a tésztát, megemelhetjük. Jó lisztezett a munkaasztal, nem fog ragadni. Jó, hogy kicsit meg táncoltattuk a tésztát, nyújtjuk tovább. Ez érdemes volna megetni egy nagyon picit néha. Sokkal jobb, lágyabb lesz, amikor nyújtjuk, és tudunk még egy kicsit a rugalmasságon is alakítani. Látjátok, nagyjából alakul a téma. Igazából liszttel meg lehet szólni, abban az esetben, ha ragadna, de itt olyan szép lágy tésztát kaptunk, hogy ebben az esetben nincs rá szükség. Jó, kicsit ráformázunk, hogy minél jobban kerek legyen a tészta, látjátok. Nyújtófával is utána megyek. Na most itt a vastagságot lehet többféleképpen, fél centiméteres, vagy annál kisebb. Vastagra nem igazán javasolnám, meg akkor ilyen bazi nagy croissantok fognak készülni belőle. Jó, itt is rányújtunk. Na, hát én ezt az alakot úgy érzem, hogy megfelelőnek találom már. Gyönyörű szép lett. Kinyújtottuk, nem kell lisztezni, nem ölgött sehol. Na, itt mutatom nektek ezt a képletet, amit elmondtam. Ugye ez a 15 deka vaj, de málkázott vajról beszélünk, vagy teavajról, ezt egy nagyon-nagyon picit szobahőmérsékleten megolvasszuk. 8 evőkanál holland kakaó, 8 evőkanál cukorral szépen összedolgozzuk. Látjátok, gyönyörű össze van dolgozva, és egyszerűen elkezditek felkenni. Lényegében ez a tészta recept akár megfelel egy kakaós csigának a receptjéhez is, tehát ugyanazt meg tudjátok csinálni ebből a tésztával, egy kakaós csigát esetleg, vagy egy diós csigát, tehát ez a tészta, mondhatnám, egy alaprecept.
Én nem bánok finoman a kakaóval, meg a cukorral. Én ilyen 15 dek a mennyiséget keverek be, hogy ilyen bőséges legyen. Én azt szeretem, hogy a kisül, akkor még ez a kakaós, cukros massza, ez még ragadjon is oda egy kicsit a sütőpapírra, és akkor eszem, akkor kegyetlenül sok csokoládé jusson a szervezetembe. Tehát ez nem a spórolós csiga, vagy csiga, bocsánat, croissant. Na már beszélek össze-vissza, igen, mert napokban azt is csináltam. Na, kikapartuk, stb. Fölkentük, gyönyörűen meg van ágyazva, a széleinek is adunk egyet. Jó, most én fogok ilyen esetben pizzavágót, derejevágó, bármi, és szépen elkezdem bevágni. Látjátok, hát igazából itt sokat nem tévedhetünk, de ha egy nagyon picit tévedünk, akkor se fog szólni senki. Érte? Látjátok, gyönyörűen megvágom. Hát én erre a méretre szoktam hagyni, mert lehetne itt ilyen brutális méretet is legyártani, de annak semmi értelme. Nagyon szépen felszeleteljük, és innentől kezdve már csak annyi a dolgunk, hogy szépen óvatosan elkezdjük föltekelni, mint látjátok például ebben az esetben. Szépen lassan elkezdem föltekelni. Ez bocsánat, itt hozzáragadt. És megkapjuk az első ilyen gyönyörű croissant. Én a zsírpapírra helyezem. Majd mindjárt mutatom azt is. Egyébként még azt szoktam csinálni, családilag, hogy ugye nem mindent sütünk ki egyszerre. Én kiszoktam bélelni egy tepsit, finom fóliával, zsugorfóliával, és a mélyhűtőbe kiszoktam fagyasztani 15-20 darabot legalább belőle, hogy amikor reggel fölkelek, és a fiaim még alszanak, akkor frissen, mielőtt mennek iskolába, kisütök nekik pár darabot. És akkor mégis más, mintha egy másnapi croissant várna minket. Hát nézzétek meg, ez így néz ki nagyjából, de amikor meg fog sülni, az egy brutálisabb dolog lesz. Még annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, ahogy én szoktam készíteni, hogy nem felvert tojással és tojásságájával szoktam megkenni, hanem melegítek föl akácmézet, és minden esetben sütés előtt akácmézzel kenem meg. Na most, a színét ugyanúgy megkapja, mintha tojással kennénk, és ugye itt a természetesség megint, egy egészséges akácméznél nincsen jobb. Én nem azt mondom, a tojással sincs semmi gondom, de ha van otthon mézünk, akkor egy ilyen brutális darabot még mézzel lekenünk, fantasztikus lesz. Jó, na nézzük, meg pár darab ráfér a tepsire. Egy nagyon picit ilyenkor vissza lehet húzni, hajtjuk, húzzuk, de ne legyen feszes, szép, kellemes legyen. És ebben az esetben nem lesz semmi gondunk vele, és nagyon szép tartalmas a csokoládé benne. Tehát ebből semmiképpen nem fog hiányozni a jóság. De mondom, ez meg lehet csinálni dióval, fahéjassal, sőt, még van ilyen sütőálló lekvár, még avval is esetleg. Jó, gyorsan megmosom a kezemet, és mutatom nektek a technológiát. Tehát itt van a tepsin a croissant, ezt leteszem most ide. Nem nagyon szeretem a szilikon ecseteket,
de ebbe az esetben, mivel mézzel dolgozom, ebbe az esetben most alkalmazom a szilikon ecsetet, mert a sima tollecsetből nagyon-nagyon nehezen lehet ezt kimosni. Jó? Nézzétek meg, akácméz, gyönyörű, szépen megkenem vele. Ízbe, színbe, majd meglátjátok, hogyha megsül, hogy érdemes a tojást leváltani erre a dologra. Sütéssel kapcsolatban én légkeverésen szoktam kisütni, olyan 190-200 fok, 10-12 perc alatt, gyönyörű szépen megsül. Most még ilyenkor kenés után hagyom langyos helyen, egy jó 15 perc, 20 percig még egy kicsit kelljen rá a dolog, de azért agyon keleszteni se szabad. Na, fantasztikus. És úgy érzem, hogy ebben nagyjából mindent el is mondtam. Ezt még megigazítjuk itt, jó? Teszem a sütőbe nem sokára, és utána jövünk vissza a végeredménnyel. Amit még elfelejtettem mondani, hogy ebből a mennyiségből, amiről beszéltünk, körülbelül egy olyan 16 darab nagyobb fajta csokiskroaszont hozhattunk. Én már lefagyasztottam a maradékot, amit holnap reggel hajnalba ismét kisütök a fiaimnak. Jó, tehát melegszik a sütő, eltelt egy 15 perc, én mindjárt teszem a sütőbe, 180-200 fok, 15-20 perc körülbelül, szerintem 15 bőven elég neki. Jó, és akkor jövünk vissza az eredménnyel. Na, elkészült a csokoládés croissant. Ez azt jelenti, számoltam, néztem az időt, ezzel a szériával egy olyan 12-14 perc alatt sütöttük ki. Nagyon szép, ropogós, de hamvas, vajpuha, a teteje egy picit ropogós. Még annyit csináltam a végén, hogy egy nagyon-nagyon laza, miután kivettem, akácméz, szint adtam neki, egy tükrözést csináltam neki, hogy szép fényes legyen. Látjátok, gyönyörű szépen megsült a kakaó is benne, most még tűzforró, de azért kiveszek egyet és megmutatom nektek. Nézzétek meg az alját is, fantasztikus lett. És ez másnap reggel is egy vajpuha dolog, tehát nem szárad ki. Az igazság, hogy nagyon sok élesztőt nem szabad beletenni, mert sokan avval rontják el, hogy egy ilyen fél kiló, 60 deka élesztőz, odavágnak 5 deka élesztőt. Nem, nem szabad. 2-3 deka élesztő bőségesen elég, és nézzétek meg, duplájára följön a tészta. Tehát nem attól múlik, nem az a fontosság egy jó tésztának, hogy nagyon sok élesztőt beleöntsünk, vagy fölhúzzuk vele, sőt, sütőport ebbe szigorúan tilos tenni, hanem egy jó dagasztás, egy kelesztés, újra egy dagasztás, még egyszer egy kelesztés, láttátok, nyújtás, kenés, hajtogatás, és a jó alapanyagok, ez a lényeg az egésznek. És akkor nagyon finom dolgot fogtok kapni. Próbáljátok itt is, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót.